Óriási lyukak a dohányleveleken, valahol van, ahol szó szerint szétszaggatta azokat a június végén érkezett jég. Ez csak egyike a növényeket ért természeti sokhatásoknak, amelyek a dohánytermelőket sújtották idén, miközben már a tavaly év sem fogadta őket a kegyeibe. A termés meg is a rendkívüli szezont, a mennyiség mintegy 15-20 százalékkal esett vissza tavalyhoz képest, miközben a költségek nem lettek alacsonyabbak. A minőség legalább némileg kárpótolta a gazdákat. Hangzott el 36 perc című műsoromban. Egy árnyalatnyival jobb, mint az elmúlt esztendőben volt. Ez nagy valószínűséggel a, a, a bevételek aláhúzása során majd érzékelteti is a hatását, viszont a kihozatal, amikor a dohányt meg kell szárítani, a zöld dohányt, hogy száraz dohányt tudunk csak feldolgozásra értékesíteni. 6 kg zöld dohányból tudtunk átlagosan ez idáig 1 kg száraz dohányt előállítani. Hát bizony ebben az esztendőben a 7 kg is sokszor kevés volt hozzá. Úgyhogy jobb a minőség, mint ahogy ezt megemlítésre került, de ennek ilyen ára van a jobb minőség ugyanakkor nem kompenzálta a mennyiség visszaesése miatti kiesést. A termelők dolgát a megfelelő kézi munkaerő megtalálása sem könnyítette meg, noha vannak, akik akár külföldről is visszatértek, hogy beszálljanak az ágazatba, részéve a betakarításban. Ez a munkaerő most már lényegesen többért hajlandó egyáltalán eljönni, hogy felvegye a munkát, de sem a munka minősége, sem a munka mennyisége az elmúlt öt év feje, ö, ö, teljesítményt nézve messze alatta maradt. A Madosz elnöke szerint az egyetlen kiúta gépesítés lenne, viszont ez sokak számára megfizethetetlen. Egy betakarítógép költségei ugyanis 8-10 év alatt térülnek meg, miközben a gazdák csak legfeljebb 2-3 évet látnak előre. A betakarítás végeztével közben megkezdődött a felvásárlás. Jelenleg a Virginia dohányéval, ez követi majd később a Burley fajtái. A termés miatt a folyamat idén várhatóan 3-4 héttel korábban zárul.